Szabó Mara vagyok, táncoktató vagyok, balettet fogunk ma egy kicsit tanulni. Rendhagyó táncórán vehettek részt a Petőfi Sándor tagiskola tanulói november 23-án. Az intézményben egészségnapot tartottak, így a testi-lelki jólét megőrzésének különböző formáival ismerkedhettek meg a gyerekek. Szabó Mona segítségével a balett alapjait sajátíthatták el. Nagyon fontos az, hogy a kimondottan a tánc, főleg a balett, a gerinc problémákra is nagyon jó gyakorlatokat tartalmaz, illetve a lúdtap kialakulása ellen, vagy annak javítására is szolgálhat. Arról nem beszélve, hogy figyelmet ad a gyerekeknek. A többi tánccal kapcsolatban pedig, ami nagyon lényeges, hogy jól érzik magukat a gyerekek, nem az utcállóknak, nem a játékokat, a internetes játékokon és a gépeken szórakoznak, hanem aktív mozgásban vesznek részt ezeken az órákon. A balett mellett a street dance és a hip-hop is helyet kapott a táncórán, ebben már Szél László segített. A rendhagyó foglalkozás jó hangulatban telt, miközben minden izomcsoportot átmozgattak. Örömmel és nevetéssel telnek ezek a próbák, minket is nagyon felszokott ezt tölteni, azért is szeretünk járni iskolákba. Most itt tánc van, és én nagyon szeretek táncolni, és szerintem ez egy nagyon jó program, és ez is kell ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Tetszik nekem ez az egész. A táncóra résztvevői felkészültek voltak a tematikus nap témájából. Azt is tudták, hogy az egészség nem csak a rendszeres testmozgáson alapszik. Én sok gyümölcsöt eszek, zöldséget, és hát az ilyen egészséges dolgokat. Az egészséges táplálkozás gyakorlására is lehetőség nyílt az intézményben. Szeretettel készítettünk nektek szendvicseket, kóstoljátok meg! Halas, babos, mézes, kukoricás, sonkás szendvics, sok-sok zöldség és teljes kiörlésű pékáru. A Duci csapat nem mindennapi ízvilággal készült a magyar konyha és a halfogyasztás népszerűsítése érdekében. Különleges primőr szendvicsekkel készültünk, mégpedig olyanokkal, amit otthon igazából nem a mindennapos reggelihez készíti az anyuka. Több mint valószínű, hogy ismerik a gyerekek, csak azért jöttünk, hogy meg is kóstolják ezeket a mi elképzelésünk és örömmel felszolgálásunk alkalmából. A harmadik szektorért egyesülettel járjuk az iskolákat, és visszük a gyerekeknek az e-fajta gasztronómiát is, hogy úgy mondjam, a szabadtűzi lovagrendet hirdetve minden ilyen, ami az étkezéshez hozzá tartozik, azt mi nagyon szívesen bemutatjuk, és nagy örömmel természetesen a gyerekeknek, hogy a magyar konyhát nem szabad veszni, hagyni, és ezt próbáljuk újítani, fejleszteni és továbbítani. Kedves egészség! A különleges ízek valamennyi fiatal tetszését elnyerték. Ettem olyan mézes kukoricásat, volt hozzá saláta, meg dió, és finom volt. A táplálék piramis, a legfelső fok a gyümölcs, a következő pedig a zöldségek, a következő meg ilyen hús, húsfélék, a legegészségesebb a csirke, pulyka, meg a hal. És legkevesebbet esszük a csokikat, édességet. Fogjátok! No, te is kapaszkodj be! Húzzuk! Na, húzzuk! Húzzuk! Nem fog elszakadni ebbe, pont az a lényeg. Nagyon fontos, hogy amit most kimondtál, ez annyira erősre van megcsinálva. Hoppá, hoppá! Hogy nem szakad el! A testi-lelki egészség más perspektívából került bemutatásra ebben a teremben. Vágvölgyi Zoltán interaktív előadásában elsősorban arról mesélt, hogyan kell biztonságosan közlekedni, így óvva egészségünket.